mai konferenciára a kínai partneregyetemünkről érkezett egy delegáció, méghozzá a Hagyományos Kínai Orvoslás Intézettől, 6 kolléga, és az ő tiszteletükre szerveztük ezt a mai konferenciát, annak céljából, hogy a helyi közönség megismerkedhessen a kínai orvoslás különböző területeivel. Szó lesz akupunktúra használatáról, gyógynövényeknek a hatóanyagairól, illetve különböző hatásaira, különböző megbetegedésekre. 我今天非常高兴，因为我们的中医孔子学院迎来了来自我们的母校华北理工大学中医学院的专家团队，来给我们做这个老年病的防治等等有关医疗方面的这个中医技术的治疗方面的应用的有关这个学术会议。 因为一部分大，佩奇大学的学生呢，对这个中医、中医药，知识很感兴趣。有很多学生选我们孔子学院开设的学分课和选修课，所以呢，通过参加这种学术活动，能够更帮助他们加深对中国传统文化，特别是中医文化的了解，也加强增强他们对中国的了解。 Közel 20 éve vettük fel a kapcsolatot velük, így indult el egy olyan gyümölcsöző kapcsolat, aminek az eredményeként 2015-ben a TCM Konfuciusz Intézetet megalapítottuk. A Pécsi Egyetem Egészségtudományi Kara az, amelyik befogadta a szakorvosképzésbe a hagyományos kínai orvoslás oktatását. Ez szakorvosláshoz kötött, tehát 6 év egyetem, 5 év szakvizsga, és utána 2 éves stúdium. És ez azért fontos, mert a mi oklevelünk és a mi jártassági igazolványunknak a kiadása után nyithat praxist Magyarországon egy orvos, és ezt a diplomát és ezt az oklevelet mindenhol elismerik.